Első orvosi vizsgálatára érkezik éppen a nyíregyházi állatpark Vörös Varikölyke. A kicsi megszeppenve ugyan, de hűségesen viselte az ilyenkor szokásos eljárást. Az állat most 7 hetes, ezért már látszódott, hogy elég gézgága, illetve már egy gondozónak kellett tartani a vizsgálathoz. A vizsgálatban teljesen semmi extra nem volt, ugye megmértük a súlyát, vagyis hát a súlyát nem tudtuk megmérni, de ezt egy utólagos módszerrel majd meg fogjuk tudni mérni. Ugye felmértük az általános egészségügyi állapotát, illetve a fejlettségi szintjét, valamint megkapta az egyedi azonosítót, a csipet, illetve a féreghajtó pasztáját. A többi makifajtától eltérően a vörösvari nem hordozza testén a kicsinyét. Fejletlen utódját a saját maga építette fészekben hozza világra, aki másfél-két hetes korban merészkedik ki először a biztonságot nyújtó menedékből. A gondozók ezért az első napokban csak sejtették a pici létezését. A hími varukölyök már a második szaporulata az itt élő tenyészpárnak. A szülők az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek a nyíregyházi állatparkba. A vari latin neve varietzegata, azaz azt jelenti, hogy napimádó, nem véletlen, hiszen ahogy felkelnek ezek az állatok, elkezdik a hasukat süttetni, és imádják a napot. Tündériek, de végveszélyben vannak, Madagaszkáron őshonosak, ezért is fontos, hogy ne csak bemutassuk, hanem tenyésztjük is őket itt az állatkertben. Az itt élő tenyészpár nősténytagja 16 esztendős, ő Csehországból jött, a hím pedig 17 éves, ő francia kertből érkezett hozzánk, tavaly és idén is volt egy-egy szaporulat. A kis vari már 7 hetesen a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozog, kifutója mászó felületein. Az anyatej mellett pedig már a lédús gyümölcsöket is kóstolgatja. A Madagaszkár szigetén őshonos vörösvari, a makifélék családjának legnagyobb termetű faja. Testhossza a farkával együtt 110-120 cm, súlya 3 és 4,5 kg közötti. Nappal aktív állat, elsősorban a fák lombkoronájában tartózkodik, ahol vörös mintázata kiváló rejtőszint biztosít számára.